keréknek a futását ilyenkor ellenőrizzük, mind az, hogy tojás, ilyen kifele irányuló ütés van-e benne, vagy éppen befele irányuló, vagy éppen oldalirányú kilengése is lehet az adott keréknek, így megforgatjuk, és erre van egy speciális állvány, amivel két-két pofával tudjuk ellenőrizni. Ebben a kerékben már adott esetben van 8-as, ilyenkor a küllőket ellenőrizzük, a feszességet, erre van kimondottan szerszám is, de már kézzel is többé tapasztalat után ki lehet tapintani, hogy jó az adott küllő feszessége vagy sem. Ahogy az autó gumiknál, úgy a kerékpároknál is fontos a centírozás. Egy küllőkulcs segítségével korrigálja a szakember a kerékben lévő 8-ast, és a következő forgatásnál már nem hallatszódik semmi, vagyis nincs benne hiba, a kerék stabil. Ehhez a javításhoz már mindenképpen szakszervízre volt szükség. A tavaszi felkészítés fontos része ellenőrizni a váltókat is. Azt vizsgáljuk, hogy minden fokozatot szépen, akadásmentesen, illetve hiba nélkül végig fut. Ennél a kerékpárnál rendben van a váltó, bátran útnak indulhat vele a tulajdonosa. Vannak olyan alapbeállítások az első nagyobb tavaszi kerekezés előtt, amelyeket ha körültekintően végzünk el, nem muszáj vele szakemberhez fordulni. Amit otthon érdemes, az a guminyomásnak az állapotát, azt ellenőrizni minden egyes elindulás előtt, akár ugye télen többet áll a kerékpár, utána tavasszal elővesszük, érdemes átnézni elő-hátul a guminyomást. A kerékpárnak a tisztaságára is érdemes odafigyelni, a csavarokat érdemes átnézni, hogy meg vannak-e húzva, nem elazultak fel az előző éven, a szezon folyamán, és így nagyon alakban ennyi. A guminyomásnál például arra is érdemes odafigyelni, hogy mennyire fújjuk fel az adott gumit, mivel fel vannak tüntetve szinte mindegyik kerékpár külsőn, hogy mennyi a maximális nyomás, amire érdemes felfújni. És sajnos volt már rá precedens példa, hogy 3-4 darabban érkezett be az adott kerék, hogy a külső szétrobbant rajta a belsővel együtt, a felnéz szétnyílt, ezáltal teljesen új kereket kellett összeraknunk az ügyfelünknek. Nem csak az első tavaszi út során, egész évben fontos, hogy ne csak műszakilag legyen kifogástalan a kerékpár, de a KRESZ előírásainak is megfeleljen. Itt elsősorban a láthatóságot és a hangjelzés adására alkalmas eszközt kell kiemelni. Itt gondolok a csengőre, vagy esetleg kültre, ki mit használ, ki mit preferál. A láthatósághoz hozzátartozik a KRESZ előírásai szerint, hogy a kerekeken prizmák legyenek elhelyezve, hátul borostyánsárga, illetve hátul egy piros prizma, elől egy fehér fényű prizma legyen, a kerékpáron elő-hátul tartalmaznia kell egy világítást is, az már mindegy, hogy milyen fényerővel, de világítással rendelkeznie kell az adott kerékpárnak, illetve a csengő, amit kihangsúlyozok, mert rengeteg baleset születik abból, hogy a gyalogosokat, a közlekedőknek nem tudunk jelzést adni, mi egy gyors érkezés folyamán. Ha a bringa már fel is készült a hosszabb túrára, a tulajdonosa még nem biztos. Aki egész télen nem ült biciklin, annak nem érdemes egy 80 kilométeres túrával kezdeni a szezont, mert annak komoly sérülés is lehet a vége.